Jó estét kívánok! Majd két hónapja nem volt kormányinfó, de ma volt, ahol bemutatkozott az új kormányszóvívó, és két miniszter is tiszteletét tette, úgyhogy a kormányszóvivőn elhangzott legfontosabb részleteket fogjuk ma az aktuálban megbeszélni, és hogy ezek pontosan mik és kik a ezt mutatjuk. Alig érzékelhető mértékben csökkent csak az infláció, kiugróan drágult viszont a netezés és a tévézés. Nem rendült meg Orbán Viktor bizalma Gulyás Gergely felé, annak ellenére, hogy egykori barátja a magyar Péter harcot hirdetett a kormány ellen. Több száz milliárd forint beruházás elhalasztását jelentette be Varga Mihály. A pénzügyminiszter összesen 675 milliárd forint elköltésének átütemezéséről beszélt. Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter szerint csak azok a darabok számíthatnak elsősorban támogatásra, amelyek beleillenek az Isten haza család kultúrpolitikájába. Vendégeink Mesterházi Attila, a Szocialisták és Demokraták alapító elnöke. Lánci Richard, az Alfa Hír és az N1 TV főszerkesztője. Slanger Márton, a Republikon alapítvány kutatója. Ez az aktuál a stúdióban Klug Amelia. Jó estét kívánok, tehát még egyszer, és jó estét kívánok a ma esti vendégeinknek is, és ahogy láthatták a híradónkból is, meg itt most az előzetesből is, nagyon sok témát érintett Gulyás Gergely, a két miniszter és az új kormány szóvivő a kormányinfon. Ezeket két csokorba szedtük, most azzal kezdünk, hogy hogyan reagálta a pártpolitikai, aktuálpolitikai eseményekre, Magyar Péterre, az ő pártjára, azonnal megadta ugye az alaphangot háború pártiak és békepártiak, ez a két tábor létezik Gulyás Gergely szerint ma Magyarország. Ezzel kezdünk, és utána egy külön blogban majd mutatjuk azt, hogy milyen gazdasági bejelentések történtek mag. De először jöjjön a reakció Magyar Péterre. Ezt neki is elmondtam, hogy én a feleségét kiválóan alkalmasnak tartom erre a feladatra sőt utána a miniszternek is kiválóan alkalmasnak tartottam, őt viszont nem, nem, változott a véleményem azóta. Így vélekedett Magyar Péter politikai színrelépéséről Gulyás Gergely. A miniszterelnökséget vezető miniszter az ATV kérdésére kitért arra is, hogy annak ellenére, hogy egykori legjobb barátja hirdetett harcot a kormány ellen, nem rendült meg Orbán Viktor bizalma irányába. Ezzel kapcsolatos mondatait egy rejtélyes, de legalábbis többféleképpen értelmezhető kijelentéssel zárta. Most történik, ahhoz nekem nincs közön. Ha mégis, akkor még nagyon hálásak lesznek nekem. Jó jegyezze meg mindenki! Gulyás Gergely később a 24.hu-nak válaszolva próbálta tisztázni, hogy hogyan is értette a mondatot. Szó szerint ezt közölte. Magyar Péter közéleti szerepvállalásához semmi közöm nincs. Ezt csak annyiban sajnálom, hogy ha lett volna, akkor belátható időn belül a jobb oldalon mindenki nagyon hálás lenne nekem. A kormányinfo előtt három órával Magyar Péter hosszabb posztban üzent Gulyás Gergelynek, hogy a kormány ne állítson róla valótland. Mint írta, nem háborúpárti, nem támogatja a fegyverszállítást Magyarországon keresztül Ukrajnába, de a háborút csak Putyin orosz elnök tudja befejezni. Azt is írta, hogy fontosnak tartja az uniós migrációs politika szigorítását, illetve hogy az ő kormányának egyik első intézkedése az ügynök akták nyilvánosságra hozása lenne. Emellett azt is kérte Gulyástól, hogy tegyen meg mindent, hogy a nemzeti választási bizottság ne akadályozza meg a Tisztelet és Szabadságpárt európai parlamenti választási indulását. Ez ugye azóta kiderült, hogy nyilvántartásba vette a Nemzeti Választási Bizottság a Tisztelet és Szabadságpártot, majd minden, erről is beszélünk, de először vissza ehhez a Gulyás Gergely mondathoz. Mi szerint a jobb oldalon mindenki nagyon hálás lesz majd neki, vagy lehet neki belátható időn belül, mire gondolhatott a költő? Hát nyilván ez valami olyasmit takar, hogy ez egy, vagy egy hatalmas lebőgés lesz, ami megerősíti a Fidesz pozícióját, vagy arra, hogy ez az ellenzéknek többet tart, mint a Fidesznek, és gondolom ő erre utalt, hogy ez így lesz, és emiatt, hogy ő ebben részlet van, hogy ezt elindítsa, akkor a saját kormánya az nem, hogy haragudna rá, hanem még örülne is neki. És stimmelhet ez a helyzet jelentés? amit egyébként Dajcs Tamás úgy fogalmazott meg pár nap korábban, ha jól emlékszem, hogy brutális nagy győzelem felé harad a Fidesz. Nem tudom, szóval nekem ez a, ez a, reklám, amit most így Magyar Péterről lehet látni, hogy háborúpárti lett, tehát én el tudom képzelni, hogy a Diákitel központban ott egy külön fegyverraktárat kellett összerakni a szegénynek, hogy tudja a háborúpártiságát rendesen és mindezt úgy, hogy közben az igazságügyminiszter volt a felesége, tehát lehet, hogy meg is neszelte, hogy ő háború párti lett. Szóval az egészet nekem egy annyira bornyos... Lehet, hogy azért vált el tőle. Lehet egyébként, Igen. lehet. Vagy nem fért már el a fegyverektől otthon, ami a háború <laughs> pártisággal együtt járt. Nem, nem tudhatjuk, mert nagyon nehéz idők jártak. Ugye Na mindegy. Az, szóval a, ezt az egész borni törültséget, hogyha végignézem, hogy éppen mi megy a propagandába, és hogyan kommunikálunk, és ki milyen uh, dicsőséges győzelemre készül, én nem tudom, szóval a dicsőséges győzelmemben biztos igaza van Dajs Tamásnak, nem tudom, tehát Dajs Tamásnak vannak furcsa meglátásai, de... De az, hogy Orbán Viktor például a Kossuth rádióban olyan sokszor mostanában nem tette tiszteletét, és nem volt az, hogy minden péntek reggel elmondta volna, hogy minden fölfele megy, minden egyenesbe van, az infláció megrettent, elhagyta Magyarországot, akárcsak a Covid, tehát hogy így igaziból hogy, hogy ez, ez, nincs úgy kommunikálva, mint eddig, abban azért érezhető, hogy most az a fajta csubakka védelem, ugye ez a South van a csubakka védelem, amikor a, az O.J. Simpson ügyvédje mindig csak egy kérdést tesz föl, hogy de hogy került csubakka az Endor bolygóra. A teljesen fölösleges hülyeség, bármi nem oda tartozó kérdés, mindig ezzel védekezik, hogy de hogyan került csubakka az Endor bolygóra. Ez a csubakka védelem. És ezt csinálta egyébként a Fidesz éveken keresztül. Tehát bármi történt, valaki vagy háború párti volt, vagy soros ügynök, volt, vagy dollár baloldali volt, vagy valakinek, vagy a gyík emberek küldöttje, valami volt, és ez működött. És Magyar Péternél ez a dolog nem nagyon működik. De egyelőre ezzel próbálkoznak, tehát okay. nincs úja. Ez, ez oké, okay. tehát ez, ez, a, ez, a, ez a, hogy azt mondtad, nyertes csapaton ne változtass, tehát jó receptet, jó receptet ne változtass meg. meg. Én ezt megértem, hogy, hogy, hogy ez eddig bejött, de, de, azért mondom, hogy Magyar Péterről elhinni, hogy eddig a nerbe tök jó volt, és igaziból azért volt ott, mert érdemei elismeréseként lehetett ott, majd kiderült, hogy nem igaz, mert azért volt ott, mert a Varga Judit a felesége, majd ez összeveszik, kb. a Kocsis Máté azt mondja, hogy csak azért volt ott, mert a, a felesége a Varga Judit volt, és a szakminiszterek meg a parlamenti vitában közlik, hogy nem, 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 a Fideszbe csak érdem alapján kaphat bárki beosztást. Hogy gyerekek, döntsétek már hogy melyik verziót használjátok, tehát, hogy kis zavart látok. Átadom a szavot, mert sokáig volt nálam, bocsánat. Ne. Nem, nem, mert érdekes dolgot mondtál, de az én azt gondolom, hogy most a Fidesz a saját táborát próbálja körbe bástyázni, tehát hogy jönnét ne szivárogjanak, és ennek ezek a toposzok ugye fontos részei, hogy akkor ő most a, szereti a migránsokat, hogy jöjjenek ide minél több eszettem, hogy ez is jön, meg, meg hogy akkor háborúpárti, és a többi, tehát hogy megpróbálják őt úgymond baloldali politikusként pozícionálni, mert azt gondolják, hogyha áttolják erre a baloldali ideológiai térfélre, akkor a fideszes szavazók hát nem nagyon akarnak átlépni ezen a, ezen a választóvonalon. Amúgy meg nem az van még pluszban, amit te is említettél, szerintem ez egy ilyen lépésről lépésre való haladás a politikában, mindig úgy vagyunk, hogy először a legfontosabb feladatot végezzük el, ez a saját szavazóknak a bebiztosítása, és akkor utána tudunk tovább lépni, és ehhez a korábban bevált fideszes módszereket alkalmazzák. Hozzáteszem egyébként az ellenzéki pártok is ezt csinálják most, hogyha nézzük a különböző kritikákat, a DK, az MSP, a Momentum részéről, tehát ahol érzik, hogy Magyar Péter veszélyt jelenthet, most bocsánat, így fogalmazok, de a, a pártok érdek szempontjából, ott mindenki elkezdett úgy kommunikálni, hogy elkezdjük elmagyarázni a saját szavazónknak, nem, nem, nem jó, ha Magyar Péter iránt érdeklődsz, mert az nem jó. Most erre különböző argumentációkat használnak értelmszerűen politikai pártok. Tehát én úgy látom, hogy valóban Magyar Péter fölrázta ezt az ellenzéki térfelet. Én azt gondolom, hogy leginkább az ellenzéki térfelet rázta föl. Ez még nem azt jelenti, hogy nem okoz problémát a Fidesznek, mert én is látok ebbe egy ilyen, mint a vasorúbába, mágneses viharba, tehát azért nem nagyon sikerül nekik most rendesen kommunikálni. De, de tény és való, hogy most, most egy új helyzet kezd kialakulni. Tehát ezelőtt nem olyan régen még azt gondoltuk volna, hogy ez egy unalmas európai parlamenti kampány lesz, van a dollár bal oldal, meg vannak a szuverenisták, akik megvédik a nemzeti érdeket, aztán majd lesz valamilyen eredmény most ez biztosan nem így fog zajlani ez az európai parlamenti választás? ugye annál is inkább, mert ugye a nulladik lépést meg, meg, megugorta ugye a Magyar Péter, mert hogy nyilvántartásba vette az ő tisztelet és szabadság Tisza pártját a Nemzeti Választási Bizottság. Mi jelentene sikert történetet ennek a pártnak? Hány, hány százalék, hány EP képviselői hely? Szerintem ők nem ezzel számolnak, szerintem az is siker egyáltalán, hogy el tudnak indulni, mert ugye... Ennél nulla... azért magasabbra teszik most a lézet. Igen, ezt tudom, csak azért mondom, hogy, hogy, hogy a párt szempontjából pár héttel ezelőtt ugye még az volt a kérdés, hogy mi lesz, mert ugye pont lecsúsztak a, a párt bejegyzéséről. Utána jött, hogy oké, okay, ők belaknak egy pártot, tehát hogy elindulnak valami és És innentől kezdve szerintem a számok eléggé jól mutatkoznak, mert van ahol 15 ot ahol 20 ot nem tudom hány százalékot mérnek nekik, de szerintem most nekik az elsőtleges dolog az, hogy megmutassák magukat, és felmutassák azt, hogy ők milyen helyeken. Nem tudom, hogy önkormányzati képviselőjelöltekben mennyiben lesznek, mert ugye sok pályázat jött be hozzájuk, de ezt majd meglátjuk. De azért mondom, hogy, hogy, hogy ez, ez, ez most jelenleg szerintem a fő próba, tehát hogy biztos, hogy ők is 2026-ra rosszul. Szóval Jó, de szóval. mi, az a, mi, mi az, a, belépő belépés, ami hány százalék, ami után már dominálni tudják majd a mondjuk 25-ben esedékes ellenzéki egyeztetéseket, mert nyilván azért ez lesz a következő lépcsőfok, ez most egy felmérés, erő demonstráció mindenki részéről. Mondjuk így, az abszolút siker aztán az lenne, hogyha a párbeszéd kombót valahogy meg tudna előzni, vagy legalábbis hasonló eredményt el tudna érni. Ez, ez abszolút siker lenne. Magyar Péter részére, mert ez tényleg elhelyezi a térképen, ráadásul egy elég előkelő pozícióban. Nyilván az abszolút kudarc az az lenne, hogyha az 5% nincs meg. Azért most minden mérés arra mutat, hogy ez azért talán meg lenne. Úgyhogy ez mindenképpen, mindenképpen ez, ez szerintem az ő fejükben is, vagy úgy mondom Magyar Péter fejében, de nyilván nem egyszemélyes hadsereg is nagyjából ez a 15 nyilván ezt nem tudhatom, hogy mennyire lőnek, de ez azért már egy elég szép eredmény lenne nekik. És hosszú távon is akár megalapozhatná a jelenlétüket a palettán. Én, én, azt gondolom, hogy szerintem nekik az nem kérdés, hogy lesz nem egy, hanem több európai parlamenti képviselőjük. Tehát én bevallom őszintén, bennem az fő sem erül, hogy ők nem érik el a nem, a, nem sem. az 5 ot nem. Tehát olyan az entré, olyan a, a tömeg, olyan a, a, felelkesülés, olyan az iránta irányuló érdeklődés, szeretett tisztelet, támogatás, mindegy, hogy ki hogy akarja hívni hogy ebből szerintem nem tud az kijönni, hogy ők nem érik el a, a küszöböt. Én én inkább azt gondolom, hogy az a kérdés, hogy lesz-e három vagy négy képviselőjük mm. a, a, az európai parlamenti választások tekintetében. Szerintem el is szívják egyébként a, a, a lehetőséget a kis pártoktól, és tőlünk is például. Tehát, hogy azok a szavazók, akik akikre mi is egy picit hajthattunk volna, persze nem ilyen vérmes reményekkel, de azért, hogy, hogy növelni tudjuk a támogatásunkat, mint szocialisták és demokraták, nekünk is újra kell értékelni ezt a stratégiát, mert és látható. Ezt módon... Hogy lehet értékelni? Tehát ilyenkor a, egy pártvezetőben mi van? Az van, hogy jó, akkor csak neki sikerüljön, mert ugye a, a magasabb cél egy ellenzéki párt számára, meg a szimpatizások számára az, hogy sikerüljön a kormányváltás, vagy azért ott van az emberben, hogy miért most jöttél? Mi úgy vagyunk ezzel, hogy mi azt szeretnénk, hogy minél több ellenzéki legyen az Európai Parlamentben, tehát például nem fogunk elindulni az Európai Parlamenti választásra, ezt nem olyan rég hozta meg ezt a döntést az elnökség, mert egyszerűen ilyen körülmények között egyrészt kevesebb is az esélyünk, meg kevesebb eszközünk is van, hiszen olyan média felületet foglal el a szabad így fogalmazni, Magyar Péter és ez az új formáció és ez az új mozgalom, hogy még a nálunk jóval nagyobb DK se tud bekerülni szinte a vagy a, vagy a, nem tudom, vitézi karácsony párviadarsan, ahogy jelenik meg a médiá, hogy mondjak ennél egy, egy, ilyen fontosabb vitát, vagy versenyt, vagy a fideszesekkel való versenyét. Tehát én ezzel azt mondom, hogy én inkább minél több ellenzéki képviselő kerüljön be. Nekünk erre úgyse lett volna esélyünk, tehát mi reálisan láttuk, például most a saját munkról beszéljek a lehetőségeinket, nekünk ez az 1-2 százalék, ez már egy tök jó eredmény lett volna, de az nem hoz mandátumot. Most akkor miért vigyük el azt az 1-2 százalékot, az ne aprózódjon el, akkor ha van egy ilyen kristályosodás, mint van egy másik kristályosodási pont is, ami a baloldali, úgymond pártoknak az összefogása, Bevallom őszintén, nekem az az érdekem, hogy minél több úgymond baloldali ülhessen be a szocialisták és demokraták európai parlamenti frakciójába, összességében pedig minél több ellenzéki legyen. Tehát magyarul, hogyha Magyar Péter is tud behozni új szavazókat, új embereket, akkor hát ha meg lehet verni a Fidesz ezen az Európai az Egyértelműen a néppártba ültetné majd be. A... Igen, de az már ugye a Fidesz nem Fidesz ül ott. Fidesz nincs ott a, a Fidesz nem ül a néppártba, a kirúgták őket, és az egyáltalán nem baj, hogyha Magyarországról ellenzéki párt a legnagyobb frakcióba bent tud ülni, mert ugye a néppárt jelenleg is a legnagyobb frakció, beszéltem, lesz változás az ep Jó, tárgyal. Megmutatjuk az önök véleményét, mert hogy ide kapcsolódott, hogy hogy látják a nézőink azt, hogy ez, ez az új magyarféle párt mennyire változtatja meg a politikai rendszert egyáltalán alapjaiban újra kellett gondolni ezt a magyar politikai térképet. Ez volt ma a kérdésünk, és reményeim szerint mindjárt mutatjuk majd az eredményt is. A minézink 80%-a igennel szavazott, hogy megváltoztatja a magyar politikai rendszert, és 20% mondja azt, hogy lehet, hogy most nagy az érdeklődés, de azért visszafogottabban figyeli az eseményeket. Köszönjük szépen a válaszokat, és akkor még egy picit elemezzük azt, hogy hogyan reagálnak erre a különböző fideszes politikai szereplők, és most nem Gulyás Gergelyre gondolok, hanem a miniszterelnök politikai igazgatójára, aki egy Facebook posztban, hát az túlzás lenne azt mondani, hogy üdvözölte, de kommentálta azt, hogy nyilvántartásba vették Magyar Péter új pártját, Orbán balás Facebook posztját láthatják most, ne lepődjenek meg, nem egy biológia könyvből idézünk most, mert nyilván politikai áthallása van annak, hogy ő a Tisza virágzásról írt, hogy mi ez a jelenség, és ugye azzal kezdi, hogy ez a rövid életű, mert milyen más, tömeges násztáncot járó rovarokról, a kérészekről már az ókorban említést tesz Arisztotelész, és a befejezése is hasonló áthallásos ennek a gondolatnak, hogy milyen vedlés, és utána na, néhány órás élet után befejezik a virágzásukat ezek a, ö, vagy, vagy ez a jelenség. Nyilván itt egy rövid élet, átmeneti a többi, ugyanazon a vonalon mozog ez az értelmezés, mint a még mi Gergely, de ennek meg ellentmond az, hogy ugyanezen a héten meg Dajstamás azt mondta, hogy oké, okay, vitázzunk, még ha olyan Dajstamás stílusban is. Tehát egyrésztről bagatelizálnak, másrésztről viszont felemelik és beleállnak. Hát ez, leginkább ott látszott a kommunikációban, hogy ugye Mencer Tamást Igen. elkapták egy ilyen interjúszerű dologra, és mikor Mencer Tamás nem értett egyet a saját frakcióvezetőjével, az azért húzós, tehát hogy mszp és politikusként azért ritkán volt olyan, mondjuk, hogy mondjuk a, az MSZP-nek a kommunikációs vezetője nem értett egyet a frakcióvezetővel és a kijelentésével. Nagy baj lett volna vele. Igen, elég furcsa. Jó, és, de ez a, és a, fitness... a vélemények. Ja, tényleg. Ja, köszönöm, hogy szóltál. Tehát, hogy, hogy ez egy érdekes dolog volt, hogy a, amikor elmondja, hogy nagyon tiszteljük, nagyon becsüljük Kocsis Mátét, aki ugye egy parlamentbé frakcióvezető, ő a, az, az ottani pártnak a vezetője, az egyszemélyes vezetője. Ő dönt minden szerződésről, mindenfajta dolgokról, szavazás, stb. 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 Tehát egy nagyon komoly pozíció. És a kommunikációs igazgató azt mondja, hogy hát én nagyon tisztelem kedvelem őt, de hogy hát ebben nem fogunk egyetérteni. Hogy? Tehát hogy ilyen, ilyen, korábban nem volt, hogy, hogy, akkor így akkora gond van, hogy most nem tudjuk megbeszélni, az, hogy akkor mit is gondolt a költő. Szóval, szóval, én azt látom ebbe a dologba, hogy, hogy itt nagyon sok helyen van, ami eddig a Fidesznek az előnye volt, hatalmas előnye, hogy közösen tudtak kommunikálni. Tehát bárhova odaléptünk mikrofonnal egy politikushoz, ugyanazt elmondta egy ügyjel kapcsolatban. Tehát elmondta, hogy soros ügynökök, nem tudom, a dollár baloldal, a stb. stb. Amerika behatása, etc. etc. Mindenfajta dolgot. Most ez nem megy most nagyon-nagyon nagy, szét van esve, szerintem a Rogánféle ö, csapat nagyon vakarja a fejét, hogy most akkor miért van ennyire szétgurulva, mint az üveggolyó ez az egész csapat, mert hogy akárhány politikus most odalép, véletlen valaki el tud kapni egy fitözes politikust, tudja, hogy nem azt a választ kapja két ugyanolyan ö, embert. ember, úgy, két ugyanabba a pártban lévő embertől. Valami bomlásnak indult ott a fidesz belül. Egyébként már korábban talán... Ezt azért bomlásnak még nem nevezném mert egyébként hát, kommunikációs dologról. A a bomlás az elején nem látszódik ugye annyira látványosan, mint amikor már... Ugye nekünk is van felezési időnk, de nem fogjuk megérni, hogy lássuk a jeleit fizikailag. De hogy már talán korábban elindult ez az egész, igazából a bőségből, a szűkösségbe ment át a Fidesz kormányzás, és egy csomó, például, a pénzek kapcsán is, hát olyan belső konfliktusok kerülnek én napvilágra, ami előtte soha, a Kocsis Máté nagyon jó példa, mert ő most ugye nem nézeteltérésbe, de kommunikációs nézeteltérésbe került a pártársaival. Hogyha ez már a kommunikációban is látszik, az már azt jelenti, hogy ami a párton belül van, az ennek a sokszorosa. Tehát már hogy ez az ellentét. Most erre a Tiszavirágra visszatérve, Ugye ez egy ilyen kicsit vicces dolog, hogy a neve alapján kategorizálja a Fiatal Demokraták Szövetségének a Fiatal Demokrata politikusa ezeket a dolgokat, de ugye az volt a kérdés a nézők fel is, hogy mennyire borult fel a magyar politikai rendszer, és azért ebből is látszik, hogy a Fidesz azért eddig kötött pályán mozgott kommunikációban, meg lett mondva, hogy ha valaki felbukkan, akkor az vagy asszonyverő, vagy migráns, vagy nem tudom, vagy meleg, és most valahogy ezt az eddig jól bevált, nem sikerült vágányt váltani, vagy nem tudom, nem akarok több vonatos hasonlatot, de hát egyszerűen valami tényleg felborult, és ez a kommunikációban, az egymás közti koordinációban, és a kifele kommunikációban, sőt, még az ellenfél gyalázásában is látszódik. Igen, én, én, én is azt, ezt, ezt, ezt látom, hogy nem, tehát én szerintem a nerem belül van repedés. Ugye sokan a, fogunk a költségvetésről beszélni, ha jól emlékszem, meg az ország ilyen típusú helyzetéről. Tehát ekkora nagy bajban egyébként rég nem volt Magyarország, meg a magyar költségvetés. Tehát nagyon sok mindenre tényleg nincs pénz, sőt, már az emberek is egyre jobban elkezdik érezni, vagy már érzik, hogy hogy nem olyan az életszínvonal, drága minden, nem tudnak annyit vásárolni, csökken a fogyasztás. Tehát, tehát életszínvonal beli lecsúszás is jelentkezik Magyarországon. Ilyenkor azért az emberek egy kicsit azért jobban elkezdenek odafigyelni a politikára is, hogy na hát akkor nincsen valami másik alternatíva. És szerintem ezek a forráshiány nem jön az uniós pénz, már bocsát, nincs mit ellopni, mert nem érkezik ide. Én ahogy nézem, azért a, a politika hátterében levő gazdasági nagy embereknél, oligarcháknál is, ner szereplőknél elkezdtek ugyanarra koncra rámenni, és ugye az már konfliktussal járt. Tehát én, én is azt gondolom, hogy sokkal nagyobb a házon belül a baj náluk, mint amit most ö, látunk, és valóban ez a kommunikációs káosz, ez egy tünet ö, jelenség. És egészen teljes mértékben kizárt. Ahogy így kimondom, érzem, hogy ez egy naív felvetés lesz, de azért most már végigmondom, hogy, hogy azt a problémát, amiben most a kormányzó pártok vannak, azt meg kommunikációs síkon próbálják megkezelni? Hát csak így próbálják megkezelni. De hogy érdemben valami új program, új jelentés, új döntés, hát, bármi, ami hát, nem kommunikációs szinten kezeli a problémát? De hát ez Magyarország. Ezért éreztem, hogy kicsit naív a felvetés, Tehát, hogy, hogy, de hogy, hogyha baj hogy, van, akkor hogy, lehet, hogy máshogy kéne hozzányúlni. Igen, de hogy ha az elmúlt kormányokat nézzük, és itt az MSZP kormányokról is beszélhetünk, itt beszélhetünk a Fidesz kormányos. Az volt a lényege, hogy kommunikálisan eleve egy csapás vonalon vigyük ezt az egész dolgot, ugye mondjuk a baloldali kormányok idején volt ez, hogy az európaiság, és hogy aki nem úgy gondolkodik, hogy az európainak mindent el kell fogadni, az egy unió ellenes, az egy, az egy szélső jobb stb. 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 Vagy van a másik dolog, hogyha mondjuk te úgy gondolod, hogy mondjuk nem biztos, hogy azok az uniós pénzek, amik ide áramlanak és mondjuk eldugják őket, vagy zsebekbe elfolynak, annak mondjuk mindig jó helye van itt Magyarországon, és nem a magyar emberektől akarják elvenni, hanem mondjuk jelzik, hogy nem kéne hagyni, hogy ellopják -e ezeket a pénzeket, az pedig hazaáruló, aki felemeli ezzel a hangját. Tehát, hogy mindig van egy olyan fajta sík, amiben bele kell állni annak, aki abba a, abba a, kormányzati narratívába részt kell, hogy vegyen. De ez mindig kommunikálisan van megoldva, és mindig az a lényeg, hogy az embereket valami ilyen szinten tömbösítsék. Tehát te jobboldali vagy, te baloldali vagy, te dollár baloldali vagy, te, 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 nemzeti vagy, és hogy legyen egy ellentét, úgy lehet De Most akár olyasmire is gondolok, vezetni. mint hogy azért kampányokban láttunk már olyat, hogy eszjel visszatérést és benzinástóbb, ársapka, tehát hogy valami cselekvés. Épp ezt akartam mondani, hogy nem naív kérdés, vagy nem naív feltételezés, tehát nem csak kommunikáció, hanem most fognak szétszórni egy csomó pénzt, meg már el is kezdték. Hát nem véletlenül nem véletlenül csúszik a költségvetés őszre, nem véletlenül érjük el a hiánycél, nem tudom, 90%-át a harmadik hónapban. Na de ezt most nem látjuk a lakosságnál, hogy hát... ezért cserébe ők mit kapnak a szavazatukért, most nagyon sarkítva. Még nem lett kiosztva, kiosztva, a pénz. Tehát, hogy... Na jó, akkor innen folytassuk, hogy ezt meg tudjuk beszélni, mert hogy valóban a font voltak érdekes bejelentések a költségvetéssel kapcsolatban. Pár perc, és jöjjön vissza. Folytatjuk is az a mai aktuált Mesterházi Attilával, Lánci Rihárral és Langer Mártonnal, és ott hagytuk abba, hogy vajon lesz-e arra lehetősége a kormánynak pénzügyi mozgástere, hogy a kommunikációs hadjárathoz képest valahogy máshogy is felvegye a kesztyűt, hogyha már a kommunikációban most nem áll éppen a helyzet magaslatán, és ugye előre jeleztük, hogy inkább erre a kérdésen nem a válasz, főleg a mai kormányinfo után, ami egész egyértelműen utalt arra, hogy igen nagyban van a magyar kö költségvetés és a magyar gazdaság. Például Varga Mihály pénzügyminiszter arról is döntött, hogy több mint 600 milliárd forintnyi beruházást fognak átütemezni, későbbre tolni, és egyéb érdekes bejelentések is születtek, ezeket összefoglaltuk az idei évi ö, költségvetési javaslatot, ami a 2025-ös évi költségvetés november 5-ét követően fogjuk benyújtani. Megvárja a kormány az amerikai elnök választást a jövő évi költségvetés elkészítésével, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Ennek okát Gulyás Gergely abban jelölte meg, hogy Donald Trump esetleges győzelme után lezárhatná az orosz-ukrán háborút, és akkor a költségvetés is könnyebb helyzetben lenne. Az idei büdzsé is kiigazításra szorul, erről már Varga Mihály pénzügyminiszter beszélt. A kormány arról döntött, hogy 675 milliárd forintnyi beruházást fog átutemezni, elhalasztani a következő időszakra. Ez tehát azt jelenti, fontos leszögezni, hogy nem töröljük ezeket a beruházásokat hanem ezek nem vesznek el, a jövőben fognak megvalósulni. Arról már korábban lehetett tudni, hogy márciusban a költségvetés elérte az egész évre tervezett hiánycél több mint 92 át és a kabinet végül meg is emelte az idei évre tervezett hiány mértékét. Az ATV arról kérdezte a pénzügyminisztert, hogy ilyen körülmények között miért ragaszkodik a kormány a repülőtér megvásárlásához. Varga Mihály válaszában azt mondta, ez a kormány stratégiai célkitűzése, amit keresztül kíván vinni. A korán elért magas hiányokaként pedig az évelei nagyobb kiadásokat jelölte meg. Na, no, haladjunk az elhangzottak sorrendjében, mert sok érdekes dolog volt itt. Ugye megpróbáltak Ulyás Gergely és Varga Mihály ezt a logikai ívet felvázolni, hogy hogy függ össze a magyar költségvetés későbbi elfogadása, novemberi elfogadása, esetleg Trump győzelmével mondván, hogy akkor ő majd azonnal leállítja a háborút, ez jobb helyzetben hozza a költségvet, és Ugye Varga Mihály úgy is fogalmazott, hogy ilyenkor mindig erősödnek a két oldalú kapcsolatok. Szóval a logikát felvázolták, de ez kiállja a valóság próbáját. Ezt így szóban is ki kéne fejedni, ja, az jaj. ura arcára volt írva, hogy mit gondoltak. Mert mi közben nevettünk rajta, bocsánat, egy tehát, bocsánat, hogy amíg ment a, 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 a bejátszás, igen. ugye kicsit itt mosolyogtunk azon, hogy az egy nagy logikai ugrás, tehát hogy Trumpot megválasztják az Egyesült Államok, és a magyar költségvetésnek jobb lesz. Tehát, így egy hónapon belül? És hát 24 órán belül, mert ugye Trump azt ígérte, hogy 24 órán ja, belül véget vett a, a háborúnak, Pintér Tehát... Sándor két hét alatt rendet az országban. Hát... Tehát akkor Trump 24 óra alatt rendette a magyar költségvetésben. Így van. Meg is vagyunk. Tehát de én azért, mondom, azért mondom azt, hogy valamihez ugye akarták kötni azt, hogy, hogy, hát várni kell, hogy lássák a folyamatokat. Mert ugye mi mindig azért kritizáltuk, én egy ideig voltam a Költségvetési Bizottság elnöke, és mi mindig azért kritizáltuk a kormányt, hogy teljesen felesleges ez az őrült, áprilisba tudjuk leadjuk le, mert hogy minden költségvetés módosítani kell, tehát nem lehetett látni még az előző évi fix számokat se, hogy hogyan zárta az előző év, tehát ez egy teljes őrület volt, tehát minden költségvetési szakember azt mondta, hogy ez így értemetlen. Tehát most szerintem ők látni akarják az éves folyamatokat, de mégsem mondhatják azt, hogy hülyeség volt már nézést a, ez a dolog, ezért valami ez akarták kötni, ami szerintem egy ilyen kommunikációsan magyarázható ugye a saját szavazótábornak, hogy tényleg hát lesz Amerikába egy választás és akkor hátha tényleg ez valami változáshoz, ilyen kapcsolat nincsen értelemszerűen, mert ezek a folyamatok nem így változnak értelemszerűen, hanem hát pont novemberben már azért december nincs messze, amikor már zárni kell. Tehát. De euh... Igen, és ezzel nem értem, amikor miért nem mondják azt, hogy mert ez most így logikusabb, egyébként európai parlamenti választás is lesz, az európai folyamatok azért hát, lehet, hogy legalább ugyanannyira Hallok érintenek Már olyanról, amikor minket, tehát a Fidesz hogy... elismeri azt, hogy valamit rosszul csinált és ezen változtatni kéne. Tehát szerintem ők azt a nem tudom, göbbeszi metodikát alkalmazzák, hogy beismerni, hogy hibáztunk, az sohasem szabad, és mindig az ellenfelet kecserébe helyett. Na, nem a kegyelmi volt rány, azért Novák is, ismert, hogy hibázott. Hát ugye nehéz volt nem elismerni, igen, maradjunk annyiba, de, de az is inkább... Balogzoltán meg. Balogzoltán még mindig úgy érzi, hogy ő nem hibázott. Tehát, tehát én ezért mondom azt, hogy, hogy szerintem nincs ilyen logikai Aha. kapcsolat, egyszerűen akartak keresni valamit, ami egy olyan magyarázat, amiben nem azt kell elismernie a Varga Mihálynak, hogy rosszul volt megtervezve a költségvetés, felesleges költésre, tehát gondolnak be, több száz milliárd forintot fogunk költeni a reptér megvásárlására. Korda György, ugye reptér. Miközben most azt mondjuk, hogy, hogy 600 valány milliárdot meg el kell halasztani. Tehát bele, egy külföldinek, most akkor ott ma a Fidesznek a retorikáját, egy külföldinek odaadjuk a halompénzt, hogy óriási profittal eladják a repteret, ami ennél is tökéletesen működik Magyarországon, ehelyett viszont magyarországi beruházásokat, ami a magyar embereknek jó lenne, azokat meg elhalasztjuk. Hát milyen nemzeti kormány ez? Ugye azért, Varga Mihály most olyan nem volt őszinte, amikor erre válaszolt, hogy nem érzi ezt az ellentmondást. Nem, nem volt, őszinte, az volt őszinte egy Fideszes miniszter? Nem úgy... volt őszinte egy Fideszes miniszter, ne, 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 nem ne es, ne az ilyen Nem csak a kommunikációra visszatérve egyébként, nagyon érdekes volt szintén Mentszer Tamás kommunikációs igazgatónak a, 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 pont, a különböző kérdésekre adott válaszai. Tehát ő már nem arról beszél, hogy kegyelmi, hanem beszél hogy Novák ügy hogy a Novák ügy így, meg a Novák ügy. És gondolkozom, hogy milyen Novák ügy? Na, milyen, milyen, melyik Novákra gondol? És ezt állítom, hogy ja, ugye a kegyelmi, a csodálatos, mondom, az most már Novák ügy szeridült. visszatérve arra, hogy, hogy, nem, volt, nem volt őszinte a mosoly a Varga Mihálynak, hát... Hogy is mondjam, az az igazság, hogy baromira nehéz azt elismerni, hogy gyerekek nincs pénz, és neki megyünk úgy egy választásnak, hogy nincs pénz. Mert az, hogy, a, hogy, nem állítunk le a beruházásokat, átalakulnak, meg meglesznek majd egyszer, de most még nem, stb. Ez mindenki tudja, hogy ú, akkor ott nincs minden rendben. A másik dolog pedig az, hogy a reptelet meg akarjuk venni, ez tök jó, csak miért kellett eladni? Tehát, hogy én, én ilyeneket nem értek egyébként, hogy biztos, biztos én, én vagyok a, én vagyok az, aki nem látja el ennek az egész, matekból nem voltam soha jó, ha mi az, hogy nem voltam soha jó. Tehát, hogy nagyon nem voltam jó, de hogy a közgazdasági részét ennek én nem látom át, de hogy volt egy malévunk, ami, 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 ami világszínvonalú légitárság volt, megváltunk tőle. Volt repterünk, ami, ami nemzetközileg egy fontos repter volt, megváltunk tőle. Most meg eszünkbe jutott, hogy jó, ja, egyébként venni kéne repteret, megcsinálni kéne egy nemzeti légitárságot, mert ennek már egyébként többször neki futottunk különböző befektetőkkel, és az sem sikerült. Tehát, hogy, hogy ez a legfontosabb stratégiai mozdulat, hogy, hogy, hogy most repteret veszünk, mindeközben pedig akkumulátorok jönnek, mennek, és igaziból Kínának egy ilyen vegyi lerakati üzeme leszünk, hogyha most így nézem, hogy hány mérgezés van, meg milyen mérgezőanyagok jutnak a légtérbe, tehát én nem tudom, szóval én, én, elég sötét jövőképet látok ebből, bocsánat, hogy én ilyen negatívan festettem fel ezt a dolgot. Semmi baj, nem, ez így most nem lesz nagy váltás, megpróbálom én is sorrendben. Elég sok logikai szakadékot átkogarni, Trump meggyeri az Egyesült Államokban a választás, ez még az eléggé elképzelhető kategória, ez, ez teljesen 50-50, meg ez könnyen előfordulhat. Gondolom nem az lesz az első dolga, ugye egyföl egy nap alatt véget kell vetni a háborúnak, ahogy megígérte, ami egy abszurd hülyeség, és még azon az napon, miután a háborúnak vége, még arra is lesz idő, hogy a magyar költségvetési hiányt helyre pofozza, mert ez lesz gondolom a legfontosabb neki, mint friss Egyesült Államok elnöknek, és már egyből, amikor kiderül, hogy nyert, nem is nem is fog Biden-nel kezdet fogni, egyből Orbán Viktor fogja hívni a telefonon. Tehát ez nyilván egy kommunikációs ö, fogás, ahogy Attila is mondta, akkor miért tolják el a költségvetés ö, megszavazását? Nyilván azért, mert szörnyű a helyzet, a választás előtt ezt nem kell, ö, nem tanácsos kimondani, még valahol kell találni egy csomó pénzt, amit el kell valamilyen módon osztogatni, közben a repteret meg kell venni, az, hogy miért kell most megvenni a repteret pont most, még miért annyiért, amennyit még nem tudunk, de hát 700 milliárdokról van szó, nem hivatalosan, azt nem tudom. És hogy, a, és hogy Varga miért már, hogy, hogy a, és nem csak ő, mert Matolcsi és a stb. Egyébként mindenki, aki ebben a kormányban vagy a kormány közelében pénzzel foglalkozik, csak rázza a fejét, mert az ő szemszögükből az elég szörnyű kép, hogy egyszerűen a kommunikációnak, meg a politikának minden, amit ők tanultak, amit képviselnek, gondolom, mint közgazdasághoz, pénzügyhöz értő emberek, az ugye alá van vetve a politikának. Tehát nem csoda, hogy valaki, aki elvileg azért pénzügyminiszter, mert ért hozzá, nem tud teljes mosolyjal, vagy teljes hát, szélességgel kiállni amellett, hogy most veszünk magunknak egy repteret, amit valamiért eladtunk, ez szerintem abszolút érthető. Um, Ugye az, hogy annyit szerintem ez nem is üti meg egy átlag hírfogyasztónak az inger hogy 670 milliárd forintnyi beruházást átütemeznek, mindaddig, és ezt viszont nem hozta egyenlőre nyilvánosságra a kormány, hogy melyek ezek. Mert azok után, hogy egy önkormányzati kampányban el lehet mondani, hogy na ez sem lesz, meg ez sem lesz, meg ez sem lesz, az már megüti az inger azzal lehet kampányolni, de ez, ez így a fellegekben jár, és egy másik kézzel fogható probléma, és akkor ezt még idehoznám a kormányinforról, a benzinára kérdése, ami viszont abszolút érint ö, mindenkit, és itt ugye Nagy Mártonnak az Ásványolaj Szövetséggel MOL vezetőivel ö, volt, többek között a MOL vezetőivel is volt egy találkozója, ahol hát igazán megdorgálta a hazai ö, üzemanyag szektor szereplőit, hogy nem tartják be azt a dílt, mi szerint a régiós középmezőnyben kell lennünk, mert hogy magasabbak a hazai árak, ö, és azt mondta, hogy a közeljövőben egy ilyen monitoring rendszert alakítanak ki. Nem itt viszont volt egy ilyen pozitív kormányzati kommunikáció, hogy rajta tartjuk a szemünket, ugye ezt nem mondta hozzá, hogy áfa, meg jövedéki adó, hogy itt lenne azért mozgástere a kormányok, ez nem hangzott el. Hát erről mindig a hülye vicc jut eszembe, amikor azt mondja valaki, hogy engem nem érdekel, mennyibe kerül a benzin, én mindig 5000-ért tankolok. Szt. Tehát, hogy, hogy, ez a fajta dologot érzem én egyébként a kormányzat részéről is, hogy persze lehetne csökkenteni a adókon, meg lehetne csökkenteni különböző járulékokon, ami egyébként az üzemanyagra rárakódik, de hát nem. Tehát ez ugyanaz, hogy az áfán is lehetne csökkenteni, ami azért elég jól tartja magát rekordszinten Európában, tehát hogy elég jó áfával dolgozik a magyar kormány, lehetne csökkenteni, hogy könnyebb legyen mondjuk bizonyos szektorokban, de nem. Tehát, hogy lehet dorgálni őket, meg lehet, lehet különböző dolgokat mondani, csak... Én nem látom, hogy erre lenne valami hajlandóság. És egyébként az eddigi választási eredmények nem is predestinálnák arra a kormányt, hogy erre egy hallgassanak, mert azt mondták eddig, hogy hát gyerekek, bármit csináltunk, akkor is megszavaztak minket kétharmaddal. Csak most nem ez a, nem ez a politikai, amiről beszélgetünk, nem ez a politikai esemény vagy jelenleg Magyarországon. Tehát, hogy minden, amiatt, hogy a konjunktúra nem működik, amiatt, hogy ilyen helyzet van, és amiatt, hogy van egy kihívó, vagy egy új, új arca a politikai palettán, valóban nem működnek az eddig bevált praktikák. menjünk tovább, van még egy gazdasággal kapcsolatos bejátszunk, és akkor az egészet vegyük egy kalap alá, olyan szempontból, hogy, hogy a politikai klímaváltozása miatt ítélheti -e meg másképp visszahatólag is a, a, magyar választó a gazdasági döntéseit a kormánynak, mert eddig ugye arról beszéltünk, hogy azért kemény két év van a magyar gazdaság és a választók zsebe mögött, és valahogy mégis mintha elfelejtette volna, hogy elfelejtette vagy sem. Mutatunk egy olyan bejátszást, ami az függ össze, hogy a különböző mondjuk lakbérrel, internetezéssel kapcsolatos költségek mennyiben emelkedtek, magyarán, hogy az infláció hogyan alakult. Egy szívecske, azaz a lájkolás szinte már rutin mozdulat a közösségi oldalakon, ugyanakkor egyre drágább mulatsággá vált az internetezés. Múlt hónaphoz képest a telefon és internet díjak 10,8%-kal kerülnek többe, míg a TV előfizetések 11,4%-kal emelkedtek a KSH friss jelentése szerint. De nem csak az otthoni szolgáltatások, a lakhatás is megdrágult. A lakbér 14%-kal emelkedett egy év alatt. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a KSH friss adatai kapcsán kijelentette, az infláció összeomlott és lent is marad. Idén márciusban a fogyasztói árak ugyanis átlagosan 3,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Februárhoz viszonyítva ugyanakkor már valóban kevesebb, mint 1%-kal emelkedtek csak az árak. A telex gazdasági újságírója szerint a hétköznapokban kevésbé érződik az infláció visszaesése. Nem az árak csökkentek, csak az áremelkedés mértéke csökkent. Brückner Gergely szerint ugyanakkor jó hír, hogy egy éve ilyenkor 25%-os inflációról beszéltünk. A szakértő kiemelte innen már nehezebb lesz tovább csökkenteni, így becslések szerint az év végére 5-6%-ra nőhet vissza az infláció. Szóval vajon a politikai klíma megváltozása hatással van-e arra, hogy a, a saját zsebét mennyire érzi Telinek vagy Üresnek a magyar választó gazdasági helyzetét, hogyan érzi? É, én szerintem nem. Tehát én azt gondolom, hogy akik most megmozdultak, azok eddig is olyan elegük volt a, az Orbán kormányból. Tehát nem hiszem, hogy most ezek az emberek hirtelen a, ettől eszménének rá arra, hogy jaj, kevesebbet keresek, vagy kevesebbet tudok vásárolni, vagy drágább az élet. Én nem gondolom, inkább talán az apátiából, meg a kiábrándultságból rángatja ki ez az új klíma ezeket az embereket, ami nem kis dolog, tehát hitremény nélkül nem lehet politikába sikereket elérni, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez térjen vissza az emberekbe. Ez az aktivitásukat tudja növelni, meg, a, meg az elszántságukat, tehát egy választási eredményt befolyásolhat. Az, hogy ők most... Attól, hogy valaki hogy milyen színre lép, ettől nem hiszem, hogy most tudták meg, hogy a, milyen volt az infláció, meg hogyan drágulnak ezek a, ezek a szolgáltatások. Az hogy, az, hogy a Fidesz ügyesen manipulálta egyébként kommunikációs szempontból ezt a helyzetet, tehát egy ilyen alternatív valóságot is képes volt fölépíteni, vagy olyan magyarázatokat tudott az embereknek adni, amitől ők elhitték, hogy most még egy kicsit ki kell bírni aztán, hogy te is mondtad, utána már majd jobb lesz. Szerintem ez nem volt ügyetlen, és valószínűleg ez a, hát meg hát nagy, sok pénzt költenek el rá kommunikációra értelemszerűen, tehát az agymosás az megy. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez most kezd egy kicsit összeomlani, vagy nem annyira hatékonyan működni értelemszerűen, de, de én azt gondolom, hogy ez nem attól van, hogy most volt egy nagy tüntetés, vagy vannak-e új szereplők a politikában, az ellenzéki térfélem. Igen, szerintem saját 2022-es választás eddigi legjobb eredményével csinálta végig a Fidesz. Két olyan szörnyű év után gazdaságilag, amiben COVID világválság minden volt. Tehát én nem gondolom, hogy az, hogy még mindig rossz, vagy megint rossz a gazdasági helyzet, az, az ezen bármit változtatna. Már csak azért sem, mert itt nincsen a. Fidesz és a kormány felelősségre vonva a választók által, tehát egy Fidesz szavazó sosem fogja azt gondolni, hogy most magas az infláció, mert Orbán Viktor ezt és ezt csinálta, vagy mert Nagy Márton ezt és ezt csinálta, hogy nem tudom, nem, nekem eleve fura az, hogy csak úgy berendeljük a, a, a MOLT, a Nagy Márton miért, rendel, miért, rendeli, miért rendelheti be egy normális országban. Na mindegy, szóval sosem lesz ez így összekötés, ezért a választási eredményre talán nincs olyan hatással, ráadásul általában pont azok, akik a legrosszabbul élnek, akik a társadalmi lecsúszottabbak gazdasági értelemben, körükben a legnépszerűbb a Fidesz, tehát oda aztán ez pláne nem jut el. Ha vele egy egyébként, amit mondtál, hogy, hogy milyen abszurd világban élünk, hogy mondjuk Nagy Márton berendeli a MOL vezetőjét, hogy drága az üzemanyag. Ezt mondjuk Egészen normálisan vehetnénk akkor, ha a mol még állami vállalatként működne. De jelenleg egy magánalapítványban vannak a mol részvények. Tehát hogy állami vállalati mi voltát elvesztette a mol. Mert azok a részvények, ami államilag birtokában voltak, egy fideszes magánalapítmány vannak, majd berendeli a miniszter a MOL vezetőjét. Tehát hogy az egész egy olyan fajta történet és, és a rendszerbe fordult át, ami, ami így értelmezhetetlen egyébként. Ez az egyik történet. A másik meg az, hogy, hogy, ez tök jó persze, hogy hírnek, hogy berendelt, és azt mondta, hogy elnyebb, ennyi, elnyebb, hát ezt az ezt a, ezt a üzemanyag árat azért lejjebb kéne vinni a kutya mindenségét, de tudjuk, hogy ez nem így működik. Tehát, hogy, hogy, ez, ez nem, nem az van, hogy akkor kérünk valamit, és akkor ez úgy is lesz a, a MOL Részéről, és ezek, ezek mind ilyen látszat dolgok, főleg a Nagy Mártonnak kapcsolatban, aki nekem most az volt a kedvenc kijelentése, ugye, hogy az Aldi bejelentette, bocsánat, hogy cégnevet mondtam, szóval egy, egy kis kereskedelmi lánc bejelentette, hogy, hmm. hogy, 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 hogy á, bért fog emelni, és azt mondta Nagy Márton, hogy hát ez egy nagyon-nagyon rossz hozzáállás. Tehát, hogy emiatt magas az infláció, hogyha valaki bért nem el, És hogy ők példát mutatnak, és a közférába nem lesz béremelés. Gondolom a hivatalnakok fel, dolgot kezekkel mondták, hogy végre nem lesz béremelés az Katikán, nem kapunk béremelést, de jó, ez a nagymárton, ez nagyon jó ember végre, és nem lesz így magas az infláció. Tehát én nem is értem magát populistának e, mutató kormányzati képviselő, vagy kormányzati tag. Egy ilyet kijelent, ez számomra értelmezhetetlen, még akkor is, ha értem, hogy a közgazdaság jelenleg milyen értelme van. E, jó, azt értem, hogy abban egyetértés van, hogy bármilyen is a gazdasági helyzet, az nem hat vissza a Fidesz politikai támogatottságára. De, de nem, ezért... nem bocsánat, ez így nem igaz. Én azt mondtam, hogy az, hogy megjelent egy új politikai szereplő az nem Számot, hat, mert igen. az emberek ma amúgy is tudták, hogy a rossz Jó, de léptek, az viszont kétségtelen, hogy az elmúlt években érdemben nem rengette meg a Fidesz támogatását. Nem, semmi. Így van, tehát az, mondom, az hogy ebben helyzet. volt egy ügyes kommunikáció. De az én kérdésem az az, hogy viszont a saját mozgás terén nyilván egy ilyen nehéz költségvetési helyzettel, amit nagy részt azért ő maga alak, állított elő, nagyban szűkíti. Ugye még egy fontos információ nem hangzott el, mai, a mai beszélgetésben az az adat, ugye, amikor is a költségvetési hiány cél három hónap alatt tel elérte a 92 százalékot. Miért? Ez, ez szakmai hibák sora, hogy ez, ez elvezetett ideig ez a helyzet, vagy egyszerűen azt gondolták, hogy ez most valamiért fontos, és majd kimozogják azok, akiknek ez a feladata. Válság idején Kóka János is beszélt a Pannon Pumáról, ami egyszer akkorát fog ugrani, hogy ugye megrengeti a világot mindenki már, már, az elnevezésen is sikított mindenki a rögést, hogy mi az, hogy panom puma, de az, hogy abban a helyzetben, ami, ami, ami utána hozott egy mindenfajta gazdasági válságot, hitelválságot, konvergencia programot, mert emlékszünk erre, amikor bevezették a gyógyságok a konvergencia programot, ami megszorításokról szólt. Korábban ismerhettünk bokros csomagot, tehát, hogy, hogy voltak itt bőven olyan fajta dolgok, amikor arról beszéltek, hogy, hogy, valami, valami egyébként rendben van, de, de jöttek a megszorítások. És jelen esetben én szerintem most ugyanezt érhetjük tetten egyébként, hogy, 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 hogy nem, 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 az van, ami, amiről tudnak beszélni normálisan, és ezért van a, a, gépezetben ez az akadás szerintem. Bocsánat, én pont fordítva látom. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy amikor mondjuk MSZP-s kormány volt, vagy, vagy korábban, akkor pont az volt, hogy elmondták az embereknek azt, hogy megszorítás jön, hogy milyen átalakítás lesz. És hát, de pont, már nem volt, már nem, 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 hova nem hátrálni. Pont, nem, ne, ez nem így van. Tehát Gyurcsány Ferenc ebből pont sportot űzött, és erre építette a politikáját, hogy ő megváltoztatja Magyarországot a reformokkal, és nem volt olyan reform, ami ha nem fájt, akkor, akkor az nem volt jó reform, most kicsit pikét vagyok ebbe a dologba. Nem kell félni, nem fog fájni, az ember ilyen Tehát mondhatra. magyarul, magyarul én azt gondolom, hogy a Fidesz pont fordított ezen, ő miközben nagyon nagy baj van, nem beszélő szintén az emberekkel, és állandóan egy ilyen pozitív kommunikációs hullámba vannak, hogy majd ilyen jó. Hát emlékszünk arra, azt mondta két évvel ezelőtt Orbán Viktor, hogy mi lokális kivétel leszünk egy globális recesszióba. A Tusnát fürdő mondta ezt. Ezt a elmondta a Gyurcsány Ferenc is, hogy a, a, elfoglalkozni elfoglalkozni a hitelvásárlás. Most nem foglalkoznék Gyurcsány kerülni. Ferenc, mert Gyurcsány Ferenc az most már nagyon régóta semmit nem határoz meg ebbe az országban, most nem mint ellenzéki politikus, hanem mint miniszterelnök. Tehát tök mindegy, hogy mit mondott hát a, a Gyurcsány. Igazán. Az a lényeg, hogy Orbán kormány van 2010 óta, kétharmaddal, és ezek az emberek szétverték ezt a, a, történetet, és hűítik az embereket. És ma szerintem van olyan, korma, olyan problémája a költségvetésnek, ami a 2009-es, 8-as válsághoz is hasonlítható, és ezt igenis maguknak köszönhetik. Ha jönnének az Európai Uniós források, ha normális lenne a viszony az Európai Unióval, az nem csak azért, amely jön a pénz, hanem azért is, mert az a piacok azt mondják, hogy itt ez egy normális viszony, kicsi az országkockázat, ha kicsi az országkockázat, olcsóbban kapunk hitelt, nem kell annyi kamatot fizetni, stb. stb. kötvénykibocsátás könnyebben megy, hogyha rászorunk, stb. stb. És tudod, akkor az is volt, hogy amikor ha berendelte volna Hernádi Zsoltot, akkor az akkori gazdasági miniszter, akkor Hernádi Zsolt megszólalt volna, és azt mondta volna, hogy mit képzel a kormány, hogy, hogy engem ide berendelnek. De most Hernádi Zsolt nem mondja ezt. Biztos nem tetszik neki, de szép csöndben tudomásul veszi, mert helyeset mondtad, mert ő elvtárs. Mert ő igenis ezt a Fidesz kormány támogatja, meg támogatta a világ életében, amit én tiszteletbe tartok. De hát azok a szereplők, akik megszólalhatnának ilyenkor a bankszövetségtől ez hogy egy baj van, kell valamit, és azok nem mernek megszólalni, mert félnek attól, hogy a kétharmaddal tönkre fogják őket tenni. Értem a szomorúságot a MOL miatt, de hát a Hernádinak egy milliárd forint volt az éves jövedelme a molból. Tehát, hogyha most ez egy átlag ember meghallja, azt mondja, hogy hát azért van még ott mire csökkenteni egy kicsit, mert nem biztos, hogy egy milliárdot kell neki keresnie, hogy most ha már populizmusról, meg demagógiáról beszélt. Tehát én azért azt mondom, hogy igenis nagy a baj, és igenis megpróbálják elfedni egy kommunikációval azt az óriási problémát, amit, amit tetszett, kérdezem, amit ők maguk okoztak a téves politikai döntésekkel. És szerintem azért nem őszinte Varga Mihálynak a, a, a mosolya. mosolya, mert hogy most, hogy legyek teljesen korrekt, őt egy hozzáértő embernek gondolom, és ő pontosan tudja, hogy milyen, hogy mondjam, fekáliát állítottak össze a költségvetésbe. Az egy másik kérdés, hogy nincs annyi bátorsága, hogy ezt ő kimondja nyilvánosan, vagy szembe menjen vele, hanem lehajtja a fejét, nézi a cipőjét, meg a cipőfűzét, és szönyet, szóval akkor bejelentem. Na azt, jó, meg, hogy be de kell. ugye az alapkérdésem az az volt, hogy ezt véletlenül sikerült összehozni. Nem. Szakmai hibák sorozatából, vagy teljesen tudatosan tudták, hogy hogy itt egyre szorul, majd szorul, szorul, és aztán valahogy ebből ki kell jönni, ez csak egy, még nem látjuk. Ez hogy egy, egy téves politikai stratégiából nem hajlandóak visszafordulni. Azt hiszik, hogy a főnök mindent tud, hogy van neki varázsgömbje, vagy belenéz a jövőbe, és tudja most az Orbánra gondolok értelemszerűen, és ebből kifolyólag nem hajlandó kitolatni abból a zsákutcából, amit már mindenki mond nekik, hát már Matolcsi is, hogy te mondtad, elmondta 28 ó nekik, hogy, hogy, ne nyomjátok már gáz, mert fal van a végén. Önkormányzati uniós választás után előkerülhet az a szó, amit soha nem fognak kimondani kormány a de megszorítás? Ezt nem tudjuk, hogy önkormányzati választáson tényleg csak az lesz, hogy mind a két fél az a kampányon, hogy nincsen pénz, csak az ellenzék úgy, hogy a Fidesz miatt már rég nincsen pénz, és ez csak rosszabb lesz. A Fidesz meg úgy, hogy ha nem választotok meg, akkor nem lesz pénz. Tehát igazából ebben az üzenet ugyanaz. És fél mondat még erre visszatérve, itt pedig már egy kicsit megpárnáztak ennek az egész megszorítás vagy, vagy rossz helyzetnek azzal, hogy elmondták, hogy hát nem tudjuk, mi lesz a második fél évben háborús helyzet, rajtunk kívülálló, ugye itt a kulcs szó szóval a felelősség, tehát hogy minden hatodik fűszámögé már bebúj a fidesz KDMP és a kormány, amikor arról van szó, hogy ki miatt rossz a gazdasági helyzet, a politikai helyzet. Viszont, hogyha bármi jól alakul, teljesen véletlenül, vagy, vagy akár azért, mert valamit jól csinálnak, akkor egyből felvallják, hogy na ezt viszont mi csináltuk. Ez így van. Ez az érvelés, hogy a kormány oldal azt mondja, hogy hát rossz a gazdasági helyzet, meg Brüsszel miatt nincs pénz, az ellenzék meg azt mondja, hogy a kormány miatt nincs pénz, ez abszolút kikinek hisz kérdése lesz majd a június 9-én? Hát azért van a kettő szereplő közül valaki, aki tudja is befolyásolni, hogy hogy van pénzben, hogy az ellenzék annyira nem tudja az államháztartást befolyásolni, az biztos? Így igen, de úgy meg szerintem ez a kikinek hisz lesz, mert Ugye a Fidesz nem azt mondja, hogy ez, nem így mondja, hogy az ellenzék miatt nincs, hanem úgy mondja, hogy a Brüsszel miatt nincs, a háború miatt nincs persze ebbe az ellenzék azért szulkol, meg dolgozik, hogy ne jön a pénz, meg, meg, vannak olyan sajnos ellenzéki politikusok, akik azt gondolják, hogy ez fantasztikusan jó, hogy ők ezt e, e, úgy fogalmazzák, meg igen, én dolgozok rajta, hogy a DK meg a Momentum is sokszor beszélt, hogy igen, én azért dolgozok, hogy ne jöjjön Magyarországra forrás, amit sose értettem, tehát egy magyar politikus azért tud dolgozni, hogy jöjjön Magyarországra a forrás, ne lopják el, azért is férjét és ne tehát azzal sok mindent lehet csinálni, de hát az, hogy annak örüljünk, hogy ne jön, Magyarországra, Európa is forrás, az, az, én, az, én, számomra egy nagyon fura megközelítés, hogy udvarias legyek. Tehát, tehát, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez lesz, amiről te is beszéltél, egymást vádolják, és szerintem akinek nagyobb lesz a, a, a a kezébe, annak fogják jobban elfogadni az emberek a véleményeket. Sajnos ez mindig a Fidesz kezében van, tehát ők azért ezt tudják nagyon erősen súlykona, hogy ezt tették eddig is. Hát az biztos, hogy az már látszik, hogy egy fordulatos kampány elején járunk valószínűleg. Köszönöm szépen a véleményeket és önöknek pedig a Köszönöm. figyelmet. Köszönöm. Legközelebb aktuál majd hétfőn lesz, amikor Bodasz Balázs számít a figyelmükre. Maradjanak addig is itt az atv holnap reggel 6.30-tól start, és a civil pedig szombat este találkozhatunk. Szép estét.